Éppen csárdást tanulják a 3 és 12 év közötti gyerekek az egyhetes tánctábor keretein belül, melyet első alkalommal szerveztek meg Váralján. Erre az alkalomra több innen elszármazott család tért vissza a településre, köztük Ján Benedek, aki a vakációt tölti nagymamájánál. A tánctábor a közössége, meg hogy hát, hogy egész nap így itt vagyunk, és jó. Nehéz hosszú távon lekötni a gyerekek figyelmét, a technológiai eszközök uralt a világban. Mégis úgy gondoltuk, van létjogosultsága egy néptáncra és hagyományőrzésre fókuszáló tábornak, mondta Klamik Aranka néptáncoktató, az egyhetes rendezvény ötletgazdája. Próbáljuk ki, hogy ugyanúgy tudnak-e közösséget alkotni azok által a népi játékok, meg népi mozgásformák által, amiken korosztályok nőttek föl és jó közösségek lettek, hogy akkor leteszi a telefont, és úgy tűnik, hogy ez bejön. Fontos, hogy már óvodáskorban megismerjék a népi kultúrát a gyerekek, fejtette ki a település polgármestere. Mostani időkre már csak egy kis létszámú tánccsoport maradt meg, az idősek azért szeretnék továbbvinni ezt a nagyon szép hagyományt. A gyerek tánccsoport az sajnos jelenleg nem működik, és azért is nagyon fontos dolog ez, hogy a kicsikék már akár az óvodáskortól kezdve megismerkedhessenek ezekkel a nagyon szép népi hagyományokkal, megismerkedhessenek a várajai táncoknak az alaplépéseivel. A hét további részében ügyeskedő címszó alatt kézműves foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, többek között csuhébabát készítenek.